Évek óta ki van száradva a sokak által korábban csak Szabolcs-Veresmarty horgászhelyként ismert rétközi tó. A 26 éve kialakított tározó egyedülálló látványosság lehet akár az egész országban is, mondta el Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter a projektnyitó sajtótájékoztatón. 1 milliárd 38 millió forintból élővilág rekonstrukció vagy rehabilitációt hajtunk végre keopos forrásból. Elmondta itt a vízügyigazgató, hogy 26 éve jött létre ez a víztározó, és 26 éve semmilyen infrastruktúrális fejlesztés nem történt ezen a tavon, és bekövetkezett az, ami egy tónak a halálát jelenti, hogy a tavalyi évben kiszáradt. Értelemszerűen az oly gazdag növényvilág és állatvilág eltűnt, és 24. órában sikerül ezt helyreállítani, ami nagyon fontos, hogy élővízi, de szivattyús kapcsolatot tudunk kialakítani a Tiszával, tehát innentől kezdve, ha a rekonstrukció megvalósul, akkor a több mint 230 ezer köbméter iszap kotrása után egy Magyarország legnagyobb síkvízi víztározát tudjuk ismét visszaadni a lakosságnak. Az eseményen elhangzott, a rétközi tó a Felső-Tisza vidék legjelentősebb tározója volt, aminek a helyreállítása vízgazdálkodási szempontból is jelentős. Azért van rá szükség, mert a tó életében, hogy így fogalmazzak, az elmúlt 2-3 évben ugye azt figyeltük meg, hogy folyamatosan kiszáradt, folyamatosan elvesztette azt a varázsát, amit a korábbi években mutatott nekünk, és végig kellett gondolnunk, hogy hogyan tudjuk ezt rehabilitálni. Ebben az élőhelyvédelmi programban ez sikerült. A tó helyreállítását követően a távlati célok között szerepel a horgászati használat mellett egy kemping, erdei iskola, kilátó és egy sétáló ösvény kialakítása, ami a környező települések turizmusát is fellendítheti. Én úgy gondolom, hogy Kisvárda és minden településnek a környéken egy óriási lehetőség lesz, annál is inkább, mert föl tudjuk fűzni egy közös programra. Kisvárda megépül az új strandberuházások, várprojekt, szálloda, kerékpárutak, és ehhez még kapcsolódik egy gyönyörű környezetben lévő rétközi tó, ahol alkalmas ugye arra, hogy sportolni, pihenni, kikapcsolódni, mindez együtt azt hiszem, hogy egy óriási attrakció. A beruházás várhatóan jövő év november végéig befejeződik, azt követően a természetre lesz bízva a regenerálódás, hangzott el a sajtótájékoztatón.